Ma a Hubei tartományból érkezettek Budapesten tartjuk meg Kína, tehát Magyarország és Hubei között a gazdaság és kereskedelmi konferenciát, amelynek a gyökereit tavaly eredeztethetjük, amikor is a Kína elnöke Közép-Kelet-Európa vezetőivel találkozott, és ott azt gondolom, hogy történelmi eredményt sikerült elérni, azaz 12 intézkedést fogalmaztak meg, amellyel Kína és a közép-kelet-európai országok együttműködését tudnák előmozdítani. Hubei tartomány Kína a Tajvanon és Makón kívül az összes tartományt összevéve azt mondhatom, hogy az egyik legfontosabb tartomány, és a közép-kelet-európai együttműködésben egy úttörő szerepet tud ellátni, és meg tudja gyorsítani, tehát gyakorlatilisabbá tudja tenni ezt az együttműködést, ezért tartjuk ma Magyarországon Hubei tartomány és Magyarország között a gazdaság és kereskedelmi konferenciát. Szeretnénk megköszönni ennek a konferenciának a megrendezését, hiszen alelnök úr nagy támogatását, nagy támogatását sikerült elérni, illetve a Nagyfal kínai, Magyar-Kínai Baráti Egyesület segítségét. Nagyon sok támogatást kaptunk a különböző vállalatoktól, szervezetektől, és ez egy lehetőség arra, hogy a kínai vállalkozók számára körbe tudjanak nézni, fel tudják tárni a piaci lehetőségeket. Ezt szeretnénk megköszönni, ezt a lehetőséget. Az imént látott kisfilm röviden bemutatta Hubei tartományt. Hiszem, hogy a rövid film csak a legfontosabb dolgokra világított rá. Kínában szoktuk mondani, hogy százszor hallani ugyanazt nem jelenti azt, hogy egyszer megnézem és meglássam, mi a valóság. Ezért szeretném, hogyha a magyar barátaim el tudnának jönni Hubei tartományba, megismernék, beruháznának Hubei tartományban, tárják fel a piacot, vásároljanak nálunk, és ott fejlődjenek nálunk. A mai napon a konferenciánkra elhoztunk hubei vállalkozásokat, vállalkozókat, akik konkrét projektekkel jelennek meg itt, amelyek lefedik az alábbi területeket, például a gépjárműipar, tudomány, kultúra, turisztika, ingatlanfejlesztés, szálloda, szolgáltatóipar, stb. Egyéb területeket is. Nagyon széles körben azt szeretnénk, hogyha a hubei vállalkozók által elhozott hubei projektek a magyar vállalkozók elismerését el tudnak nyerni, és el tudnánk vetni a jövőbeni együttműködések magját, és le is tudnánk aratni a gyümölcsét az együttműködésnek. Szeretnénk, hogy a magyar vállalkozók, vagyis önök eljönnének hozzánk Hubeibe, feltárnák a piacot, és beruháznának nálunk. Mi, akik Hubeiből érkeztünk, kormányzati vezetők, illetékes hivatalok vezetői, hiszen Wuhan városból, Xianning városból is érkeztek vezetők, mi jól fogunk önöknek szolgálni. Az imént alelnök úr rövid beszédet tartott, ezen keresztül mi, akik először, a delegáció tagjai először járunk Magyarországon, egy benyomást szereztünk, ez nagyon jó benyomás, és bizalom is, elegendő bizalmat is nyertünk ebből, és el kell, hogy mondjam, hogy az, amit korábban tudtam Magyarországról, nem megfelelően alapos ismeretek, most ezeket az ismereteket, amiket itt tapasztalok, jelentősen meghaladják az eddigi ismereteimet, és még jobban úgy érzem, hogy a két ország, Kína és Magyarország, illetve Hubei és Magyarország között gazdasági, kereskedelmi, kulturális együttműködés és minden egyéb területen nagyon jó alapokkal rendelkezünk, feltétlenül egy ragyogó jövőt tudunk építeni. Egyrészt, mint azt mondtam, Kína
illetve a kínai miniszterelnök, a kínai elnök és a közép-kelet-európai országok vezetői közös álláspontra jutottak, hogy előmozdítják, együtt mozdítják elő Kína és közép-kelet-európa együttműködését, és ennek egy nagy háttere a jelenlegi helyzetünknek, másrészt pedig a két ország, Kína és Magyarország, illetve Hubei és Magyarország minden területen, különösen a hagyományok, a hagyományos barátságon alapulva a két ország kulturális kapcsolatai, a népi kapcsolatok területén hagyományokkal, hosszú hagyományokkal rendelkezik. Kínában el kell, hogy mondjam, hogy a több mint 40, tehát a 40 felettiek, hát most, hogy a fiatalok így vannak-e vele, nem tudom, de a 40 felettiek, ahogy kinyitjuk a szánkat, azonnal tudják, ismerik Petőfit. Ráadásul Petőfi két versét gyakorlatilag mindenki tudja idézni, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadságért feláldozom szerelmemet. Vagy ott van például Liszt klasszikus zenéje, amit azt gondolom, hogy gyakorlatilag végig söpört az országon. A kulturális kapcsolatok nagyon mélyek. Tegnap, ahogy megérkeztem a repülővel, már itt Magyarországon nagyon melegszívű fogadtatásban részesültem, és egy dolog nagyon mélyen megindított. Olá Lajos úr, aki elnöke a Nagyfal Magyar Kínai Baráti Egyesületnek, és képviselő is, a 10 éves gyermekét is elhozta magával, és ami megindító volt, hogy a gyermek a kínai magyar kétanyelvű iskolába jár, és ráadásul gyönyörűen beszél kínaiul. És ráadásul egy nagyon magas szintű, nagyon szép színvonalú kínai nyelven beszélt. Magyarországon ilyet hallhatok, ez de főleg egy ilyen nagyorú, kékszemű embertől, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meglepő dolog. De miért is van ez? A két ország népei régóta barátságban állnak egymással, és egy ilyen bőséges, gazdag földön termett egy ilyen nagy tehetség. Ez azt gondolom, hogy egy kiváló dolog. Egész úton beszélgettünk a tolmácsunkkal, aki a Peking Egyetemen tanult, és az ő nyelvtudása is olyan szintű nyelvtudás volt, sokkal jobb volt, mint a mi tájszólásban, kínai tájszólásunkban beszélő honfitársainké. Van egy másik alapja is az együttműködéseknek, ez pedig, ugye, mint a rövid filmben is láthattuk, Hubei tartomány és Magyarország között a kapcsolatok területén már egy alapot teremtettünk, egy erőt teremtettünk. Ez egy fejlődési szakasz volt, amelyen átjutottunk. A hubei vállalatok feltárták a piacokat, beruháztak, és feltárták a piaci igényeket, különösen a két ország legfelsőbb vezetői által meghatározott fejlesztési irányvonalon keresztül a hubei vállalatok, a hubei beruházókban mély igény keletkezett itteni lehetőségek megismerésére. Magyarországra érkezésem után megéreztem azt, hogy milyen szerény a elnök úr. Szeretnék én is önökkel megosztani egy tanulságot, hogy ugyan a mennyiség lehet, hogy picike, azonban ez a mennyiség nagyon nagy erőt tud képviselni. És ez a nagyon picike mennyiség lehet aranyból. Vagyis, hogy nagyon jó minőségű lehet, hiába kicsi valami. Magyarországnak ugye mindössze 10 milliós a lakossága, mégis
még jobban sikerült megéreznem és megtapasztalnom ebből az országból. Ugye 14 Nobel-díjasa van az országnak. Önök találták fel a golyóstollat, a számítógépet, vagy a színes televíziót, stb. Ezeket a felfedezéseket. Azt gondolom, hogy ezek mind az emberiség modern életének a használati cikkei, jelentős használati cikkei, jelentős felfedezései, ezek mind Magyarországon születtek meg. Vagyis Magyarország egy arany, egy magas színvonal, amit képvisel a világban, amellyel azt gondolom, hogy elnyerte a pozícióját. És ha van ilyen ország, mint Magyarország, akkor, és ilyen nép, amellyel együttműködni lehet, akkor azt gondolom, hogy ezt nagyon megéri. És feltétlenül nagy nyereséggel jár az együttműködés. A mai napon a konferencia megtartása előtt már alelnök úrral találkoztam, és beszélgettem, és adtam neki egy találkozási emléket, ajándékot, ez pedig az, hogy előmozdítsuk a Hubei tartomány és Magyarország közötti együttműködést, minden területen, gazdaság és kereskedelem, és minden egyéb területen az együttműködést, az önök országának, Győr-Moson-Sopron megyéjével baráti együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki, mert hiszen, hogyha fejlődést akarunk elérni, akkor egy rokont kell találnunk, egy bázist, egy helyet, ahol meg tudjuk vetni a lábunkat, egy ilyen helyet kell találni, és mi erre Győr-Moson-Sopron megyét találtuk meg. Ennek a megyének nagyon jó kulturális, történelmi, természet és egyéb területi alapjai vannak. Ezen kívül még jobban megismertük, még pontosabban megismertük Magyarország erejét, és annak hatását, szerepét, és hogyha Hubei tartomány földrajzi helye szerint Kína szívének számít, akkor Magyarország Európa szívének számít. Azért, hogy Magyarországon, de Magyarországon megerősítsük az együttműködésünket a Hubei közép-kelet-európai nemzetközi munkaállomását, gazdasági kereskedelmi munkaállomását itt Budapesten hozzuk létre. Budapesten. És szeretném elmondani a magyar vállalkozóknak, hogy ha Hubeibe eljönnek, Hubei, Kína, egy hídfőállás a közlekedésben, ha Hubeivel együttműködnek, akkor nem csak Hubeivel működnek együtt, hanem onnan kiindulva a környező területekkel, vagyis Kína középső részeivel, Közép-Kínával, és ha eljönnek Hubeiba, akkor egy 300 milliós lakossággal tudnak kapcsolatba lépni Kína közép-kelet-európai régió, középső régiójában. Mi itt a közép-kelet-európai régióban hozunk létre a munkaállomásunkat, így Magyarországot egy kikötőnek tekintjük, innen folytatjuk az együttműködésünket közép-kelet-európai országokkal. Tehát a munkaállomásunkat ezért hozzuk itt létre, ezért hoztunk ebből szempontból intézkedést. Szeretném megragadni ezt a drága alkalmat, hogy a magyar kormánynak és mindenkinek, aki beruházásra érkezik hozzánk, köszönetet mondjak a jelentős támogatásáért, és mi is ugyanígy fogjuk önöket támogatni nálunk. Szeretném javasolni a Hubei vállalkozóknak, hogyha már előjöttek Magyarországra, akkor használjuk. Használjuk ki a lehetőséget, és tekintsünk úgy Magyarországra, mint ha hazaérkeztünk volna, ugyanúgy tartsuk tiszteletben az itteni szokásokat, az itteni törvényeket, jogszabályokat, és
a helyiektől tanuljunk, több barátot szerezünk magunknak, hiszen minél több barátunk van, annál több lehetőségre nyílik alkalmunk, és tartsuk tiszteletben az itteni jogszabályi kereteket, az itteni szokásokat, szokjuk meg az itteni életet, mert ez még nagyobb segítséget fog jelenteni a munkásságok során. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy meghívjam a kedves magyar jelenlévőket, jöjjenek el hozzánk, nézzenek körül a mi piacunkon, és nézzenek körbe Kína más területein is, hiszem, hogy önök feltétlenül nagy eredményekkel fognak járni. És végül pedig szeretném azt kívánni, hogy a konferencia teljes sikerrel járjon. Kívánom, hogy Kína és Magyarország barátsága még sokáig tartson. Hubei tartomány és Magyarország baráti együttműködése minden területen a legmélyebb, legmesszebb menőkig fejlődjön, hogy a két ország, a két terület népei boldogak legyenek. Köszönöm a figyelmüket!